Közös bennünk, hogy nyerni akarunk. Pont akkor tényleg, amikor ő is kezdett nagyon jól játszani, nem jött jól, és ezeket a mérkőzés utáni verekedéseket, hiszen a 60. perc után történt, főleg úgy, hogy egy hátulról kapott lökés hozta a sérülését. Közben gól! Mestján a gólszerző. Nagyon rosszul találta a korongot Mestján István, és átcsúszott a korong Beze Zoltán lábai között. A második percben tehát vezet. Ebből megint lehet menni, Papp Viktor ugrik ki. Papp Viktor, ott a második gól. Hát hamar beindult a Dabdokler. A harmadik percben járunk 2-0-ra. Ez gyors volt. Mindenféleképpen azt kell mondjam. De ez így már a Dabé. Igen, ott a kiemelt korong. Apá! Bedő most szépen szerelt. Azari. Azari. Ott van még gól, 3-0. Kis a gólszerző. Azaritől keresztbe. A korong elcsúszik akadálytalanul. És Kis pedig nem kegyelmez az üres kapunál. Azt gondolom, hogy a helyzet kihasználással nem lehet panasz, hiszen volt 3 helyzet, 3 gól. Kis Dani csak kiteszi oda üresbe. A 8. percben járunk, 3 gólos dunaújvárosi vezetés. Virág, Virág, gól! Ez az! Megvan az első felnőtt gólja a Virágnak. Szegény Bece, szerintem le kéne, hogy üljön. Így van, kapuscsere lesz. Kapuscserétek a vendégek. Bece eldobja a Bárdot, helyette pedig Bális Bence. Peterdi, Papnak csinálnak helyet. Misszál teszi tovább, Peterdi. Misszál, Schneider. Szép játék. Fejbe lőtték a kapust, talán, nem tudom, de a játékvezetőnek mutatja, hogy fejbe lőttek, hát miért nem fújott le, ez pedig így gól. Misszál a gólszerző. Addig, ameddig reklamál a játékvezetőnél, igaza van egyébként talán Bálisnak, ilyenkor megszokták állítani a meccset. Kettős ember hátrányban gólt szerez a Dab. Az első harmad 13. percében 5-0. Rajz feltűnik mindenhol most a jégen, Maklári. Ez is kemény ütközés volt Papp Viktortól. Kiabált az egész volános kispad. Maklári. Hoppá, gól! Csak bele tudott középen szúrni Hajós Roland. Szépítenek tehát a vendégek ember hát előnyben. Misszál próbál meg korongot csenni. Barabás. Ajaj, tisztán ott maradt középen. Megint csak a 7-es Hajós Roland. És megint lő egy gólt.
Az első harmadban is ő ütötte a gólt, egyébként ugyanígy emberelőnyből. Ez emberelőnyös kihasználás egyelőre 100%-os ennél a sornál. És én nagyon remélem, hogy ez a harmad nem lesz olyan gyenge, mint a második volt. Hippik nézi el a korongot a kapu mellől, hogy menjen tovább. Virág általános megállapítás volt egyébként, hogy milyen gyenge volt a harmad. Na jó kezdés, gól! Virág addig-addig piszkálkodott ott a kapu előtt. Jó van, csak egy picit kell szintomít a srácok lendületét. Kettő. Na, egy picit talán feldobják a hangulatot. Nem, végül is nem neki adják a gólt, hanem Pap Csabának.